Kistéglás, falu Ukrajnában, Kárpátalján az Ungvári járásban. Alatorcától északra fekszik, Ungvártól 16 kilométerre van. Téglás első lakói Alatorcán létesített révnél alkalmazásban lévő családok voltak. Az írások tanúsága szerint 150 évvel ezelőtt a révnél már vendégfogadó is állt. Közigazgatásilag 2003-ig Szürtéhez tartozik. Római katolikus templomát 1933-ban építették. Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok, és azért jöttem ide Téglásra, mert van itt egy Pergettyű nevű citerazenekar, és ez a citera, ez egy nagyon izgalmas hangszer, remélem nagyon sok mindent meg fogunk róla tudni, illetve a hölgyekről is, akik ezt a citerát megpengetik, megszólaltatják, egy picit fogok én is citerázni, mert ez már régi vágyam, valamikor gyerekkoromban még citeráztam, én is, de azt hagyjuk, Tégláson vagyunk, a Szürtei Műfházba, kérem, tartsanak velem! Mindenkinek volt valami zenei alapképzése, mielőtt citerázott, vagy volt, aki itt kezdte mondjuk a zenével való ismerkedést? Menjünk sorba. Nem, én már jártam zeneiskolába, zongorára és fuvolára, és így sokkal könnyebb volt elsajátítani. Én is zongorázok, gitározok, úgyhogy én is már úgy jöttem, hogy tudtam. Én itt ismertem meg a dolgot, hát nem is itt, hanem otthon. Édesanyám... Tehát talán bölcsőskorom óta énekelt, zenélt minden sorba, szóval így gyerekkorom óta megismerkedtem, és csak utána itt folytattam, utána zeneiskola, és beindult lassacskán. Na most itt három meglehetősen fiatal hölgyel ülök szembe. Az a kérdésem, hogy a fiúk mit szólnak ahhoz, hogy ti citeráztok? Hát erről még nem kérdeztem őket. Hát ugyanúgy, most tetszik, nem. El kell fogadni. Az én párom mondjuk örül neki, azt mondta, hogy szerinte nagyon jó az, hogy ismerek egy ilyen hangszert, sőt, nagyon szeretné, hogy minél többet ismerek. Szóval még biztatnak is, hogy menjünk és tanuljunk. És a mind a hármatoknak van párja? Nincs. Akkor csak nekem. Sose volt olyan, akkor visszakanyarodok hozzád. Sose volt olyan, hogy azt mondtad, hogy na figyelj, hát ennyire tetszik neked, akkor gyere is próbáld meg te is. Hú, hát ez kicsit necces a dolog, kicsit nehéz, mert hogy ő nem a zenei világban van, nem igazán ebben a közegben mozog, és nem szóba nagyon... Szóba se jött még. Nem, erről nem volt szó. Értem. Tudtok nekem arról valamit mondani, hogy mielőtt rátérnénk a hangszerre, hogy azért mégiscsak egy zenekarnak, egy együttesnek vagytok a tagjai, mind a négyen, illetve hát Angelikával együtt öten, hogy, és ugye itt elhangzott már a csapategység, a kohézió, hogy szerintetek, meg tudjátok-e azt nekem mondani, hogy az, hogy ti így ebbe az együttesbe, a Pergettyűbe zenéltek és citeráztok, az milyen pluszt jelent az életetekbe? Jelent-e valami pluszt, vagy eljövünk, jól érezzük magunkat itt, és csak ennyi? Van-e valami olyan érzés, hogy igen, én citerás vagyok? Van tapasztalatszerzés, ugyebár jól érezzük magunkat, ez nekem nagyon tetszik. Hát meg, hogy ennyi. Mindenképp van, én óvodában felhasználtam a citerát, meg gyerek otthonban kórusom van, ott is citeráztam, úgyhogy mindenképp csak ajánlani tudom, és van előnye mindenképp. Igazából abban jó, a legjobban, hogy bővíti a zenetudást. Az, hogy ha valaki a népzenében mozog, akkor nagyon nagy pluszt ad neki.
több dalt is megismerezeltem, mert van olyan dalocska, amiket így pont citerán tanulunk meg, és előtte nem is ismertem, és hopp, és citerán játsszuk, megismertem, megtanította Angelika, és most már ismerem. Szerintetek ez a hangszer, ez mennyire, mennyire hiányzik a főleg mondjuk a magyar gyerekeknek az ismerettségéből? Mennyire ismert hangszer szerintetek most a fiatalok körébe a citera? Vagy itt tégláson mennyire ismerős? Vagy a környezetetekbe? Hát régebben is voltak citerások, nem pont ebben a faluban. Tehát úgymond a járásban, Pallóban volt jobbára úgy egy együttes, ott Kerekfeli bácsi nyugodjon, ő vezette ezt, saját készítésű citerái voltak. Én gyerekkoromból ismerem magát a hangszert, nekem édesapámnak a féltestvére, ő is készített citerát, ezt az egyszerű citerát, és én ott hallottam először, érdekes is volt, hogy fából van, és olyan egyszerűnek nézett ki, és mégis zenét is megszólalt. És a mai gyerekek vajon mennyire tartják különlegesnek? Hát egy új hangszer, mindenképp különleges, és egyre jobban van rá igény mindenhol, főleg a környező falvakban. Szeretik. Nem nehéz hangszer, könnyű rajta játszani, olyan gyerek is tud játszani, akinek nincsen zenei képzettsége, vagy nem jár semmilyen más hangszerre, úgyhogy mindenképp szerintem igény van rá. Citerázni csak népzenét lehet, vagy népzenét érdemes? Tehát mondjuk klasszikust, vagy pop-rockot, bármit. Mennyire sokoldalú hangszer ilyen szempontból? Hát mindenképp népi hangszer, de ugyebár a YouTube, ott sok mindent találunk, és már láttam olyan zenéket, ilyen popposat, amit citerán játszottak, úgyhogy lehet másat is játszani. Szerintetek ennek a citerázásnak nyilván 100-200 év múlva is lesz citera, mint hangszer. Ha más nem, akkor padlásokon fog porosodni, vagy valahol a föld alatt elásva. De szerintetek, és kérdezem ezt úgy, hogy nagyon fiatalokkal ülök szembe, hogy szerintetek ilyen 30-40 év múlva lesz még olyan, hogy pergettyű citera a zenekar? Reméljük, hogy lesz. Igaz, hogy igény volna rá több helyen is, csak nincsen rá vezető. És mi nagyon büszkék is vagyunk, meg örülünk is, hogy a mi településünkön végül is van egy stabil vezetőnk, aki nagyon ügyes, határozott egyéniség is tanít bennünket, viszont a környező falvakban pedig inkább ez hiányos, mert most már meg is jelentek néhány helyen a citerák pályázatok alapján, vagy éppen igényt kértek és segítségképpen kaptak ajándékba citerákat, de viszont ott pedig nincs, aki ezt megpróbálja. Itt egyébként a faluba, itt a vonzás körzetbe járnak ide hozzátok esetleg tanulni, vagy Angelikához? Tehát, hogy így volt már ő, hogy egy fellépés után odajött mondjuk egy szülő a gyerekével, vagy a gyerek a szüleivel, és megkérdezte, hogy nagyon szép volt, nagyon élveztük, és hol lehetne mondjuk ezt megtanulni, vagy lehet-e csatlakozni? Hát volt Angelikától, többször kérdezték meg, jöttek a gyerekek, inkább gyerekek szerintem, akik jöttek, hogy én ki szeretném próbálni, milyen jó, mikor jöhetek, úgyhogy mindenképp van. Látható 7 darab acélhúr, ami dallamhúnak nevezünk. Uh-huh. 7 dallamhúr. Tovább itt van 3 basszushúr, ezek részhúrok, uh-huh. És 6 darab kis fejhúr, és ez is acélból van, acélhúr. Különböző hosszúságúak. Igen, különböző hosszúságúak. A citera felépítésétől függ, hogy hogyan vannak rajta ezek a kulcsok. Egy átlagos citera? Ez egy átlagos citera?
Ez egy átlagos, kisfejes, hasos citera. Ez csak a díszítést adja neki, szóval... Értem. Az egy picit megfordítom, hogy üreges a hátulja, az, az gondolom a húrok zengése után, nem, húrok pengetése után, hogy zengjen, ahhoz kell. Hát igen, de igazából különböző citerák vannak, ugyanis van így ez az üreges, és van a fenekelt citera, aminek az alja, az egy lap van az alján. De zárt. Zárt, igen, szóval. Értem. És akkor itt gondolom ezekkel a húrfeszességet tudom állítani, hogyha kell. Igen, igen, és hangolni. És hangolni. Értem. Hát nagyon egyszerűnek tűnik, nagyon szép. És akkor megszólaltatni meg úgy tudom, hogy itt... különböző távolságoknál, fémek között leszorítom, és megpengetem pengetővel. Igen. És gondolom, ez itt már elhangzott, hogy mint a zongoránál, hogy vannak fekete és fehér billentyűk. Tulajdonképpen itt most a fehér billentyű, igen, az a... alján ezek a fehér. Aha, az alsó négy húr. Vagy felül hát a más? Végig. Igen? Lehet úgy mondani, felül pedig a fekete. Aha, jelentő. Tehát itt tulajdonképpen a milyen húrok ezek? Bocsánat. Az dallam. Dallamhúrok közül vannak alsó és vannak felső. Igen. Megmutatod egy picit, hogy csinálja ezt egy profi? Mármint a dallamhúroknak a megszólaltatását. Vigyázz, hogy a boci-boci tarka. Például, remek, boci-boci tarka. És azt meg is tanulhatom, ugye? Persze. Na gyerünk, bocizzunk egyet. Várjál, azt mondja, 1-2-3, 1-2-3. Igen, ez igen. Itt rögtön a... Melyik ujjammal nyomom le, az mindegy? Igen? Legyen a negyedik. Jó, akkor a negyedik ujjammal leszorítottam. Aztán itt a második fog jönni. Jó. Előre, hogy tudjuk, az első két hang az a... Itt és itt. Bo-ci. Igen. És tarka. Tarka. Júj. Legalább eddig próbálj. Na nézzük. Jó, erősen meg kell nyomni, nem kell tőle félni. Nem mertem félni. Nem kell tőle félni. Aha, jó. Tehát azt mondja, hogy... Igen. Kiváló. Ezzel egyébként a nyilván azt nagyon sokat kell gyakorolni, mert én most konkrétan majdnem azt éreztem, hogy eltöröm az ujjaimat. Nem a lenyomásnál, hanem így a pozíció cserénél. Itt az ujjazattól is függ, a helyes ujjazattól. Szóval nyilván most ez így nem volt. Értem. Ezt egyébként mennyi gyakorlás kell hozzá? Vagy aki mondjuk a zongorából, a zongorázásból jön, annak már úgy könnyebben rááll a keze erre. Hát igen, ez az rásegít. Nagyon rásegít a zongorázás. Mert értem. Ott is az ujjazat, az körülbelül ugyanaz. És van ebből olyan, hogy balkezes meg jobbkezes citera? Nem. Nem tudok rá, hogy lenne. Amikor népzenét játszotok, akkor melyik azok a húrok, amiket leginkább igénybe vannak véve? Mindegyik. Tehát tulajdonképpen népzenénél ettől elkezdve idáig minden játszik. Igen, de általában nem kell úgy, hogy most minden egyes hangnál az összeset lependíteni. Elég, hogyha a dallamhúrok és a basszushúrok játszanak, még a basszushúrokat is néha óvatosan kell azért becsippenteni, mert olyankor... Bezendíteni. Bezendíteni? Igen, elnézést. Mert nagyon fog zúgni. Aha. És az nem teszi. Hát az utána már nem túl szép, hogyha egy-egy ütésben vagyunk, és akkor mindenki a maga feje után össze-vissza. Szóval akkor ebbe ugyanúgy, mint mondjuk egy szimfonikus zenekarnál, tulajdonképpen kéne egy... illetve ott ugye karnagy van, aki segít összefogni a tempót, összefogni az adott művet. Itt nálatok tulajdonképpen a gyakorlás közben van az, hogy folyamatosan figyelitek egymást, és ha valaki elcsúszik, vagy lassabban penget, nem olyan feszes, akkor korrigáljátok egymást. Igen. Ez nehéz egyébként? Nehéz dolog így összepróbálni egy darabot? Hát kell egy kis idő, amíg azért rájön mindenki, egyszerre még sikerül, de hála Angelikának, aki mindig diktálja nekünk a tempót, mindig mutatja, lekopogja, hogyan kell, szól, hogyha valami nem úgy van, összecsiszolódik.
Értem. Fellépések alkalmával egyébként szokott olyan lenni, hogy mondjuk így koncert közben vagytok, és akkor így meghallott, hogy hú, valaki most nagyon húzza, valaki most nagyon mellé ment, hogy nem, igazából az érdekelne, hogy éles helyzetben, mert az mondjuk az egy éles helyzet, hogy van-e mód arra, hogy mondjuk például egymásnak jelezzetek, hogy mossabban, tehát hogy mennyire tudtok együtt lélegezni? Igen, itt ez is az van, hogy ki hogy figyel egymásra, ugyanis egy együttesben azért meg kell, hogy legyen az a figyelem, az az összhang, hogy egymást érezzük a színpadon. Bizonyára, hogyha most az a személy annyira izgul, hogy nem veszi észre, hogy próbálnak a tempóján kicsit lassítani, vagy gyorsítani, akkor mindig ki fog lógni ott abban a bizonyos dalban, de általában ilyenkor igyekszünk korrigálni a dolgot, próbálunk maximálisan egymásra figyelni. Mi az, amire citerázásnál a leginkább figyelni kell, szerinted? Hát a helyes kéztartás a pengetővel. A pengetővel. Ez a, hogy mert hogy ezt a helyes kéztartás az hogy néz ki? Hogy befelé... Számomra legalább három ujjal meg kell fognom, szóval... Kettővel innen támasztom? Igen, és akkor így kicsit meg kell dölteni, hogy azért ne tépjük a húrt. Mint ahogy, ahogy szoktam mondani, ahogy a kenyeret kenjük. Aha, tehát mint egy kenő felület, úgy húzom. Igen, és aha. Úgy szól a legszebb. És semmi esetre sem, így, hát úgy nem is, úgy nehéz hát is. Hát és úgy el is szakadhat a húr, vagy akár a pengető megpattan. Sok minden mellett, itt többek között néptánc, itt ugye egy színházteremben vagyunk, valamikor gondolom még filmvetítés is volt. Igen. Néptáncot említettem, gondolom dalolnak is van nép... Van, kettő. Kettő is van. Igen, van. Jó. A Rózsa népdal együttes. Valamiknek azok... tagja vagy egyébként? Hát igen, meg az asszony kórusában, meg mellassan beleöregszek. Mert hogy asszony? Ja igen, asszony. Ah, tényleg. És, de ami miatt itt vagyunk, az egy, szerintem egy nagyon egyszerű, de különleges hangszer, a citera. Igen. Ez tényleg egy egyszerű hangszer? Vagy tényleg egy különlegesnek tartott dolog, de egy rém egyszerű dolog? Vagy mit gondol erről egy citerás? Hát... én csak úgy lettem citerás, engem a hangszer talált meg, nem én találtam meg a hangszert. Ez is egy érdekes dolog, de egyébként különleges, mert errefelé nem olyan elterjedt, holott korábban nagyon is elterjedt volt. Falvakban a Szovjetunió ideje alatt például nagyon sok citera zenekar működött. Én nagygéci születésű vagyok, ott is volt citera zenekar a kultúrházban, meg a környező falvakban is, és házi készítésű citerákkal játszottak a citerások. És akkor, ahogy így, nem tudom, abban maradtak ezek a klubok, meg ezek a közösségi élet, hát így citerek felkerültek a padásra, és így abban maradt. És így elfelejtették. Ezek még a nagymamáim. Mondtad, hogy a szovjet időben nagyon igen. Sok citerek, de akkor azt lehet tudni, mondjuk ezen a vidéken a szovjet idők előtti időkben is voltak citerek, vagy ez a Szovjetunióval, a sok nemzetűséggel jött ide vajon? Biztos, hogy nem a Szovjetunióval jött, mivel a citera az egy magyar hangszer. És hát az ukránok, az oroszok nem tudják, mi az. És mindig vannak ilyen érdekes történetek, ha összetalálkozunk ukránokkal, mindig megállítanak, hogy mi ez a soce balalaika, soce gitár, mert nem tudják hova tenni. Úgyhogy ez szerintem így fennmaradt. Ez a magyar közösségekben, a magyar területeken. Úgyhogy valószínűleg voltak itt korábban is citerások, csak hát ugye így abban maradtak. Értem. Na, egy picit kanyarodjunk rá arra, hogy Pergettyű. Hogy miért Pergettyű a neve a citerazenekarnak? Honnan jött a névválasztás?
a játéktechnikából. Van egy ilyen játéktechnika megnevezés, hogy pergetés. Tehát nem csak a mézet pergetik, hanem a citerát is lehet. Ez az, amikor olyan gyorsan egymás után oda-vissza pengetünk, csuklóból ez a pergetés. És mivel én egy de ilyen... De a pergettyű, az, hát arról egész más úgy... képzelek. Tehát az egy ilyen pörgő, pergő igen, valami. És én egy ilyen pörgős, dinamikus csapatot szerettem volna, amikor már úgy alakult, hogy lesz zenekar, és akkor mi legyen a neve? Hát virágnevet semmiképpen nem akartam, mert már annyi viola, lilium, meg rezeda, meg kukrincs van, hogy mondtam, hogy semmiképpen nem virágnév, és akkor valami más, valami különleges, és így. Mondtad azt az előbb, hogy amikor már úgy látszott, hogy ebből egy együttes lesz. Igen. Hogy az egy picit, azt egy picit fejtsd ki nekem, hogy hogyan volt ez, hogy amikor már látszott. Tehát, hogy indult a dolog? Tehát, hogy kaptál egy citerát, vagy találtál egy citerát, megpengedted, ülj, ez megy, ez nekem. Na akkor gyere Marika, te is, gyere Jolán, te is. Nem. És akkor már hanem? Nem, hanem ez úgy volt, hogy én korábban már játszottam citerán. Az mit jelent korábban? Hát iskolában? Még diák éveim alatt. Ez még a művészeti kollégsbe kezdődött, egy ukrán bácsi adta a kezembe a hangszert. Egy ukrán bácsi? Igen. És az előbb beszéltük arról, éppen mondtad, hogy az ukránok nem tudják, hogy Sotze Balalajka. Igen. Aha. De ő, hát Petrusevszki Mihály, nyugodjon békében, minden magyar tagozatos gyereknek ő csak Peti bácsi volt, és ő ukrán léttére annyira szerette a magyar zenét, hogy a művészeti kollégsbe Ungváron ő magyar népzenekart alapított. És ő így bevonzotta a magyar gyerekeket, és csárdásokat, meg népdalokat dolgozott fel zenekarra. És akkor nem volt brácsa a zenekarba, és akkor Peti bácsi kitalálta, hogy akkor vannak citerák, még nem is tudom, hát vagy 30 éve kapta még az iskolót, porosodtak, ő előszedte a citerákat, hogy akkor citera is legyen, na de ki citerázzon. Hát, és akkor jött az ötlet neki, hogy akik ének szakon tanulnak, a karmesterek, meg az énekesek, a lányok, na ha ők jól énekelnek, akkor majd ők jönnek citerázni. Úgyhogy ez úgy volt, hogy a népzenészek csak népzenei tagozatra jártak, de nekünk, az énekeseknek nem volt közünk hozzá, de járnunk kellett magyar népzenekarra. De szerettük is nagyon, úgyhogy nem is lógtunk soha az órákra, mert nagyon, nagyon kedveltük az órát. És akkor a citerát Petrusevszki Mihály nem helyesen használta, ha lehet ezt így mondani, mert nem úgy játszottunk a citerán, ahogy azon kell, hanem akkordokat fogtunk. 6 hangszer volt, és a 6 hangszerből vagy 3-as, vagy 4-es akkordot fogtunk. És amikor ment a zenekar játszott, hegedű játszott, stb. Mindenféle hangszer játszotta a melódiát, akkor mi, mint a brácsa, így esztámba, az akkordot fogtuk. Tehát kettő fogta a dohangot, kettő a mi hangot, kettő a szóhangot. Tehát nem is citeráztatok, hanem citerán brácsáztatok? Lehet így mondani, igen. Szerinted mi tartja össze ezt a zenekart most? Mi tartja össze? Hát a zene szeretete. És szerinted ez a zene szeretete, ez van olyan erős kohézió, hogy mondjuk 40-50 év múlva is fogtok még citerezni? Hát szerintem, hogyha meg tudunk itt maradni magyarnak, akkor igen. Meg tudunk itt élni, hogy nem kényszerülünk arra, hogy most elköltözzünk innen, mint nagyon sokan, akkor valószínűleg igen. Thank you.
Köszönöm, hogy velem tartottak, köszönöm, hogy velem együtt eljöttek ide téglásra, köszönöm, hogy meghallgatták velem együtt a Pergettyű zenekart, és egy kicsit talán közelebb kerültünk ehhez az ősi magyar hangszerhez, a citerához. Lehet, hogy nem olyan ősi, de magyar, és akit esetleg érdekelne, hogy ezeken a hölgyeken miért tulipán mintás a blues, elárulom önöknek, mert a tulipánnak három szirma van, vagyis Pergettyű. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra! We'll be right back.